Egy 25 milliós BMW-t törtem össze. Jaj. Volt rajta paszkó? Nem. Én nem Friderikusz vagyok, aki egész életében licensz műsorokat csinált, egyetlen eredeti gondolata nem volt, ami volt, azt meg tőlem lopta. Fridivel ennyire rosszban van? Én alapban homofób vagyok, de küzdök ellene. A Csiszár Jenő szakdolgozatára államvizsgán hogy lehetett csak hármast adni? Hát mondom, a Jenő az alapból együgyű. Rengeteg lap főszerkesztője, helyettes a lupca voltam, hogy nem tudom, mi a határidő. Üdvözöljük a Blik olvasóit és követőit, Havas Henrik tanár úrral beszélgetek, ugyanis szombat délelőtt 10-kor indul a Havas Henrik online, ami egy elég izgalmas feladat, tanár úr, viszont amit elolvastam a leírásban, hogy ez politikamentes lesz. Hogy fog Havas Henrik politikamentesen YouTube csatornát üzemeltetni? Ez egy döntés kérdése volt, amikor a N1 TV-nél közölték, hogy a Havas megmondja és a Schaller elég nézett műsorok voltak. Nyári szünetre mennek, akkor már tudtam, hogy ennek vége. Aztán volt egy próbálkozás, aminek nagy visszhangja volt, hogy kiültettek a Gangra, és Mobibba bele kellett mondanom, hogy hű meg ha. De az nekem nagyon nem tetszett, és aztán megkeresett egy szakmabeli, idézőben producer, rendező, operatőr, mindenes, hogy csináljunk egy műsort. És a műsor meg is valósult, van jó néhány felvétel. Ebben hárman leszünk, Bakás Tibor Settenkedő a Szalámi Tolvaj. Ezt így kimondja? Tehát nem, azért mondom, mert idegesít. Állandóan, ahányszor egy műsorban megnyekken, akkor mindig kezdi a Szalámi Tolvaj. Nyilván elé akar menni, hogy s**ják ezzel a dologgal, ugye én már csak röhögök rajta. Amikor beleírnak a szövegedbe, és úgy jelenik meg, és egy szót nem szóltam Farkasházi Tivadarról, az a baj, hogy most forog a kamera. Tudod, hogy ha valakivel probléma van, mit kell csinálni? Azt mondja, hogy nem tudja a protokollt, a normát. El tudod azt rólam képzelni? Rengeteg lap főszerkesztője, helyettes a lupca voltam, hogy nem tudom, mi a határidő. De erről a műsorban is lesz szó, hogy Szevasz Tibor, te vagy a Szalámi Tolvaj? Nem, ezt ő magától mondja állandóan. Mondom, elé megy, hogy mielőtt elkezdenék csesztetni, hogy műt, a Szalámi Tolvaj. Akkor már nem is olyan érdekes, gondolom. Igen, és persze, de engem mutat meg idegesítve mindegy. Aztán van egy óriási figura, egy bolgár csávó, a Matejewski. Igen, aki ügyes üzletember, ilyen rövidáru, méteráru boltjai vannak, most már fiat csinálja, de akkor is nagyon el van eresztve a fickó. Annyi pénze is van, hogy fenntart egy magánpop együttest, egy ilyen beat együttest igazából. Valami magnetik, vagy nem tudom, a címe, de jól nyomja. P-Mágnes. P-Mágnes, igen, ideig ér a szőke haja, egyébként amatőr szakács, és tényleg jól énekel. Úgyhogy falunap... Akkor ez egy komoly casting volt? Falunapokra ajánlom, semmi közöm nem volt, összehoztak a Bakáccsal. Meg az Ivánnal. De a Bakáccsal sem volt viszony a korábban? Baráti viszony vagy szakmai? Valahol a televízió, valamelyik televízióban valahol jött szembe, és azt mondta, hogy hát már ne haragudj, hogy megkérdezem, mondom mit. Hát, hogy a Csiszár Jenő szakdolgozatára államvizsgán hogy lehetett csak hármast adni? Hát mondom, a Jenő az alapból együgyű, maradjuk ennyibe. De hát kedves fiú, 50-en felül, hát nem vágja meg az ember. De hát még mehet konzulátus. A másik, hogy abszolút fingja nem volt arra, hogy mi van a szakdolgozatában. Harmadszor egyetlen kérdéshez sem tudott válaszolni, úgyhogy hát így kapott egy hármast. Azt mondja a Bakács, hát az kizárt, az ötöst érdemelt volna, mondom, ezt maga honnan veszi? Onnan, hogy én írtam a szakdolgozatot, mondta. Így már értem. Bakács, hát így már érte. Hát az ön szegény Jenő. Mit szenvedhet ott? Torinóban? Aztán Torinóban. Milánó? Szerintem Torinóban. Hát, Milánó az sok neki, ott nem. Milánó az sok neki. Szerintem maradjunk Torinónál. Egyébként meg jobban is hangzik. Kossuth is ott húzta meg magát, úgyhogy Jenő a turini remete. Jó, oké. Szóval, hogy lesz ez a bizonyos Havas Henrik online, és még azt is ön elmondta, hogy ez nem pénzkérdés most. Ez szerelem? Hát nekem nem nehéz szerelemből csinálni, mert én megengedhetem magamnak, de az operatőr kolléga, ha jól figyeltem, 38 évig volt a televízióban, a neve most tényleg nem érdekes. 120 000 forint annyi, mert nyugdíjban, hát
néztem az olvasó, hogy végig gondoltam, te Jézus Isten, hát a mi szakmánkból nyugdíjba menni, az tényleg egy katasztrófa. Én nem szóltak egy szót sem, mert nekem volt saját cégem, és én voltam az ügyvezető igazgató, én állapítottam meg a fizetésemet, úgyhogy nekem 350 ezer forint a nyugdíjam, ami itt soknak tűnik, de ha belegondolunk, tavaly olvastam, hogy a két és fél millió nyugdíjasból 22 ezeren voltak olyanok velem együtt, akinek 350 ezer forint fölött volt a nyugdíja. Ez semmi. Hát ez vicc. Ez vicc. Most tankoltam a múltkor, egyébként a Havasnéval állandó harcban vagyunk, olyan hülyék tudnak lenni, már elnézést a nők, ilyen 10 ezer forintékért tankol. Mondom, az Isten áldja meg, hát úgyis annyit fogyaszt az autód, amennyit fogyaszt. Akkor mit szózol ezzel a 10 ezer forinttal? De ezt én sem értem. Nem, ezt tele, nekem, tele, és akkor nekem teljesen persze. Magas. A BMW-nél, amikor tehát a tank negyedénél van a mutató, akkor szoktam tankolni, 20-valány ezer forintot szoktam fizetni, a múlt héten 46 ezeret. Még egyszer mondom, én ki tudom fizetni. Hát de úgy gondolkodtam rajta, hogy azért álljon már meg. Hát egy balatoni út még akkor is, ha viszik a két gyereket, mint olyan, akkor is ingatlan pénzbe kerül. Szóval nem úgy megy az, hogy na, menjünk le Hollóházára az ukrán határhoz, na, menjünk le a Hortobágyra. De akkor erről nem fog beszélni a műsorában? Mert ez is politika valamilyen szinten. Hát valamilyen szinten igen, de... Na mindegy. Szóval de ez félkarú óriás politika nélkül, szerintem. Tehát, hogy azért ezekről az ön véleménye az mérvadó. Hát az igazság az, hogy na, ugorjunk ezen túl, tehát hárman ott beszélgetünk. Időnként a bolgár csávó az dalra fakad és süt, főz, imád. De és jókat is. És ön imádja őt? Jó fej, persze, abszolút jó fej. Mondjuk a sült paprikát Andan csinál nekem, amit azt én nem eszek meg, csak hazavisszem. És Havasné meg. Igen, ezt most fogja megtenni, Havasné se eszi meg. Elajándékozzuk. A bolgár sem megért, de ezt most nyilván meg tudja, megőrült tőle. Na mindegy, meg de ezúttal mondom, hogy a csülök is nagyon jó. Meg a Csevap csicsa is, ha jól mondom. Na, volt egy nagy tévedésem. Én nem Friderikusz vagyok, aki egész életében licensz műsorokat csinált, egyetlen eredeti gondolata nem volt, ami volt, azt meg tőlem lopta. Na mindegy, a dolog lényege az, hogy kitaláltam, hogy kisrácokkal kellene ilyen gyerekszáj jellegű beszélgetést csinálni. Igen, de úgy elképzeltem egy ilyen kisfiút, akit meg is találtunk, a Jancsikát, aki 11 éves és óriási figura, olyan metakommunikáció, olyan pofákat tud vágni. Mondom, hogy hívjalak én téged, tehát ezt majd látni kell az arcát. Hát azt mondja, mondom, mert hogy te János vagy. Mondom, Jani, Janika, nem, Jancsi. Mondom, jó, legyen Jancsi. Hát azt mondja, egyébként, na, anya időnként Mazsolának hív. Az nagyon idegesít, főleg a idegenek előtt. És nem idegesít? Hát ezt most így nem tudnám őszintén megválaszolni. Van, amikor idegesít, van, amikor nem, de inkább... Hát miért nem mondod meg neki, hogy anya, légy szíves, ne hívjál Mazsolának. És akkor mi történne? Azért, mert nem tudok ellene mit tenni. Ja, csak első kérdés az volt, megint elé megyek a dolgon, de annyira jó pofa gyerek. Na mondom, készült egy kérdésekkel, Jancsika? Azt mondja, igen. Mi volt a legnagyobb kár, amit okoztál? Ez jó, nem? Mi volt a legnagyobb? Most nem árulom el, egy 25 milliós BMW-t törtem össze. Jaj. Igen. És tanár úr volt-e hibás? Abszolút. Neki bevallottam, hogy január volt. Késő este volt, nagyon meleg volt a kocsiban, csúszott az út, nem figyeltem, és fölkapott a kerék a járda szegélyre, és terület találtam. De úgy, hogy ez a rohadt nagy út, ez a világ egyik legvóta egy hetesben. Kidöntötte a betonoszlopot. Nem mentem többet 30-nál, úgyhogy Jancsikának részletesen bevallottam mindent, hogy... Egy hetes BMW? Egy hetes BMW. Atya úristen, az nagyon fájt, nem? Az lett pár hát ez egy 25 milliós autó volt újonnan. És volt rajta kaszkó? Nem, mert már 8 éves volt. Akkor jött a nagy csalódás, mert azt mondtam, hogy akkor legyen ez a gyerek téma. És a Zsófi, az unokám, most már itt Budapesten egyetemre, de Spanyolországban tanult, de a Toldiban érettségizett, okosan hazajött.
A Zsófinak eldicsekedtem, hogy milyen jó ötletem van, és akkor mutatta a telefonját, hogy ő már évek óta néz angol, meg spanyol, hogy hívják ezeket, felvételeket, igen, amint gyerekek. Mutatott egyet, hát zseniális volt. Azt hiszem az Amerikában készületett. Fehér háttér, két tomátszéken himbálja a lábát egy kisfiú meg egy kislány, de az olyan cserfes gyerekek. Középen ül egy fószer, aki akkor szabadult a börtönből. Kislány első kérdése. És téged sokszor megerőszakoltak? Na, gondoltam magamban, ja, pipa voltam, én azt hittem, hogy milyen jó ötlet a gyerekekkel, aztán kiderült, hogy ezt már ezzel éve csinálják. Csak én nem, az igazság az, hogy én nem nagyon... Megnézem a hírkeresőt, ha van valami hír Dömötör Csabáról, azt rögtön megnézem. Imádom a faszit. Mindig piros-fehér-zöldben jelenik meg, hol a parlamentet rakja fel, hol újabb történelmi győzelmet aratott a Fradi. Ja, nem, most kikapott Shamrock Roverstől. Óriás, imádom. Imádom, meg az imádkozó sáskát, a Rétvárit. Azt is imádom. Hát ne tegye már meg, hogy nem beszél politikáról. De ez most nem politika. Kérem. Hát dehogy nem. Hát dehogy politika, ez etnográfia. Hát jó, meg kell őket nézni. Tehát azért ilyen lesz a vlogban? Vagy a YouTube csatornán? Nem, ez etnográfia. Akkor ezt nálunk néha mondjál. Hát nézze, ha akarja, hogy csináltunk egy állandó rovatot. Benne vagyok, havas beszól. Szóval, ez jó volt. Egyébként éppen a múltkor került a kezembe. Én annak idején csináltam videófelvételeket. Nem most, 10 évvel ezelőtt, amikor az még nem volt nagy diva. És azokat a szövegeket, ilyen másfél-két perces beszólások voltak tényleg, akkor még friss adja, ez ment és meg jó pofa volt meg minden. És ezt könyvalakban kiadtam, tényleg nagyon-nagyon jó pofa volt. Na, abban volt az, hogy Szász Péter remek filmrendező volt, a fia pedig az RTL-nek volt a sajtósa. Kis Szász. És én emlékszem, hogy Amerikából jöttem haza, és azzal fogadtak, hogy ez a Szász, ez belém kötött. Hogy hívták azt a hölgyet az RTL-nak ilyen a legelején, úgy, mint a Balázs, a Mónika. Igen. És ma csak annyit mondtam, hogy Eddig Mónika megint mondott valamit, akkor, és akkor mondtam, hogy a Mónikával az a baj, hogy én így látásból ismertem el, hogy mégis hát egy csatornán voltunk, de a fodrászok, a ruhások, mindenki azt mondta, hogy a való életben is olyan szörnyű, mint a televízió képernyő. Bocs, Mónika. És mit kell az a bocsánat? Nem, én jobban hát nem hülye ez a nő, hát ő is tudja, hogy milyen. Én nem tudom, Mónika. Na, nekem szimpatikus vagy. Mindegy, a dolog lényege az, hogy akkor ez onnantól származik tőlem egy jó mondás, meg ültem a Dunaparton, akkor mondom, hogy hallom, hogy Szász János. Kis Szász megvédte tőlem a Mónikát. Egy kérdésem van. Ki a f***om az a Szász? És utána az volt a Dajcs, ezt állandóan mondja, ki a f***om az a... És akkor szígy az Európai Unió. A Dajcs egyébként egy tündéri figura. Pár évvel ezelőtt... Van még filmünk, ugye? Jó. Pár évvel ezelőtt az van, hogy Budapest egy hülye város, tehát mondjuk ebben a radóórában, ami semmi különös, 1 millió. Ebben csak egy helyen cserélnek elemet, az András úrton. A Rolexem, azt mondták, az én Rolexem az egyetlen a Európában, amelyiket 6-szor nézték meg, és még mindig késik. Hát 1 millióért késsen is. Az van. András, ne, a Rolex, ja, az 6. Jó, persze. 6. Hát 4-6, na. Na, szóval nem annyi, mint de a... De tud rajta e-mailt olvasni? Nem. Nagyon nem. Jó, egyszer már megmutatom, csodálatos. Ez valami japán. Na, szóval nem tud Gabi, aki 7 millió, az enyém 4-6-ra van kalibrálva. Na, és azt akarom csak mondani, hogy a András útról áthelyezték a Duna mellé a Szemmelweis utcába ezt a boltot, ahol az ilyen órákat javítgatják, egy évig ott nem tudom, felújítását. Na, de pár évvel ezelőtt jövök ki, és egyszer csak így megfogta hátulról valaki a szememet.
vagy befogta a szememet. Na, ki vagyok? Hát mondom, nem tudom, ki vagy. Hát, hiszem, hát a Dajcs volt. Mondom, szia, boldog áldott karácsony, mondta a rabbi unokája. Hát én azt hittem össze a magam. Boldog áldott karácsony. És nem tudta, hogy ellenség vagyok, kiment a fejéből. Arra hadd térek még vissza egy pillantra, hogy a Fridivel ennyire rosszban van. Szóval annyiszor elmeséltem. Hagyjuk ezt. Én már mondtam egyébként, és ezért mindig megkartam magamért, hogy én alapban homofób vagyok, de küzdök ellene. Itt a Pozsonyi úti irodában, ennél az asztalnál ült nagyon ismert politikus, aki feltette nekem a kérdést, mint idézőjelben PR szakértőnek, hogy, és mondd Henrik, szerinted Magyarországon elfogadnának egy meleg miniszterelnököt? És mondtam, hogy nem, mert ez egy idióta ország, mert Hamburgnak lehet meleg főpolgármestere, lehet meleg, nem is tudom, hol van meleg honvéd, mindenhol lehet bármi egy melegből, Amerikában már lehet tengerésztiszt, meg bombázó parancsnok. Nem, mondom, ez nem egy normális ország, és kész. Hozzá kell tennem egyébként, hogy mennyire nem normális ország, hogy tizenvalány évvel ezelőtt a Sziget Fesztiválról meghívtak, moderáljak egy vitát, ahol melegek problémáiról volt. Az a Magic Mirror sátor, igen. És ott nyavajogtak az aktivisták, a legjobb aktivisták, hogy egyszerűen nem tudják rádomálni a Kulka János, hogy vállalja fel magát, mert az idióta tévériporter, aztán a... Köszönöm, hogy rámutatott. Igen. Nem. Jó, mindegy. Mindegy, szóval, hogy akik felvállalták eddig, hát azok éppen, hogy ellenkező, tehát kontraproduktív volt. Viszont a Kulka, tehát egy közismert, kiváló művész, akiben nem lehet belekötni, akinek nincsenek hülye dolgai, ha azt felvállalná. De nem vállalja fel. Na, aztán felvállalta pár év múlva. Na, és történt valami? Semmi. A büdös bunkó parasztjai még mindig bíznak, meg ki vannak akadva a habzónyállal a Pride ellen, aminek én sem vagyok nagy híve, mert semmilyen ilyen külsőséges dolgokat nem szeretek. De elfogadom, hogy valami áttörést el kell érni. Az emberek nem figyelnek oda arra, hogy én végigmegyek a Pozsonyon, hogy szeressétek a melegeket. Hát, viszont legalább a Pride-nál szóba kerül, napirendre kerül. Így van. Én ragaszkodom ahhoz, hogy csak az igazat, és nem szeretek hazudni. Még ilyen kegyes hazugságokban sem nagyon vagyok benne. Múltkor például egy nagyon kedves lipótvárosi hölgy, aki engem imád, főzött nekem sóletet. És szörnyű volt. Mondtam, hogy Évike, ez borzasztó. Egy ilyen híksz, a bableves, és pár húsfosztrány benne, hát én föl voltam készülve irodalmi élmények alapján, ilyen töltött libagyakra, meg minden. Azóta nem áll velem szóba, szerintem kiátkozott meg minden. Most kérem tőle elnézést. Évike tényleg tarhol, de megbánta. A vonakönyvnél volt még ilyen. Megüzenték, ha megírom a vonával a könyvet a választások előtt 2000-ben, engem kiírnak. Meg úgy gondoltam, hát ilyen még nem volt, hogy nekem megmondják, hogy mit igen, mit nem tudom. Persze, hogy rá fogok fázni, akkor 70 évesen ki nem szólja le. 50 évesen még borzasztó, de meggondoltam volna, hogy igaz nekem fekete listára kerülni. Így meg úgy voltam vele, megadom, vagy megírom, kiadom, és kapják be. Aztán volt, ami volt. De mindegy. Nem bántam el? Ahol a könyvet? Nem. Nem, mert akkor leköpném magam, hogy nem volt bátorságom megírni. Egyébként a vonatkönyv kapcsán mondok egy érdekességet. Azért remélem tanul abból, amit itt most hallom. Jegyzetelek, direkt fölösszem. Világos, na. Nem is megy le sehol, csak én otthon majd nézegetem. Helyes. Na. Paternak mutassam el, már jó. Na, a lényeg az, hogy én minden, arra nagyon figyelek, hogy azért 29 hitbot könyvet írtam eddig, ha nem tudnám. És mindig elküldöm, mert mindig elküldöm a kéziratot azoknak, akik szerepelnek benne, hogy javítsanak. És hát ebből voltak jópofa történetek, de a Vona Gábor fölül a telefonon, és azt mondta, minden rendben van, csak egy valami hiányzik. Mondom, mi? Azt még legyen szíves, írja bele, hogy egyszer a parlamentben egy bizottsági ülésen észrevettem, hogy Hoffmann Rózsa,
vizes pohárba beleszállt egy lény. De nem csak én vettem észre, más is. Én viszont oda mentem, kicsippentettem a legyet, kivittem a folyosóra és elengedtem. Azért, mert annak idején, amikor kórházban voltam, volt egy kedvenc keresztes pókom, lent a kórház udvarra, meg Óduban, és nekik kapudostam el a legyeket, kitéptem a szárnyukat, és etettem a pókot a legyekkel. Lehet, hogy most így akartam jóvá tenni. És ő lett volna Magyarország miniszterelnöke. De nem ő kérdezte, mint az asztalnál, hogy a meleg miniszterelnöke van baj, ugye? Nem, egyébként ez nagyon érdekes, hogy abból a politikusból lesz meleg, akivel valami csatorna mászás vagy ilyesmi történik, mert igen, rengeteg meleg politikus van, hát csak akiket én ismerek. És tessék, de nem csak kormányzat volt, hanem nyilván Fidesznél vannak a legtöbben, pláne a hívő tagozatban. De nem, az ellenzék soraiban volt ez, igen. És azóta se piszkálják, nem tudják. Két új könyvet tervez? Idén? Igen, kiadnak a most készülő két könyvemet. Mind a kettőnek van előzmény, az egyik nagyon egyszerű. Amikor a pornóiparról írtam könyvet 10-valány évvel ezelőtt, akkor interjút csináltam Monique Curie-vel, 10-valányszoros pornó szkárdélyes, és jó fej volt. Ő keresett meg, hogy azóta lediplomázott, és szexuálterapeuta, és hát elképesztő sztorikkal tudott mesélni minden. Na mindegy, szóval erről, meg hogy alakult az élete, azért ez nagyon érdekes, csak egy apróságot mondok, hosszan mesél arról. Meg van egy olasz csávó, aki olyan féltékeny, hogy magánnyomozók követik a Mónikát, hogy hova megy bulizni, és egyszer, amikor engedély nélkül ment bulizni, befalasztatta az ajtaját ez a hülye olasz, aki egyébként a járvány idején kamiont bérelt, és becsukta magát, és azzal jött át Magyarországra, mert nem bírta ki Mónika nélkül. Na most ez elég érdekes, hogy Mónika munkaidőben egy csapat fickóval dolgozik, és este meg nem mehet el engedély nélkül buliba. Na mindegy, ezt csak úgy érdekességképpen mondom el, nyilván magának eszébe se jutott volna, hogy megkérdezze. Egyébként azt képzelje el, hogy én úgy írtam könyvet a pornóiparról, hogy kétszer mentem el pornófilmforgatásra, hogy mégis legyen valami fogam, hogy mi van. Én kétszer két percet nem bírtam. Azt mondják, hogy borzalmas. Borzalmas. És akkor azt mondtam az asszisztensemnek, a Krisztiánnak, Krisztián, én most elmegyek le a Kriszti maga jegyzetem. Borzasztó. Bocsánat, csak a hozzámértél 1 millió órája. Nagyon szép, csak ezt meg akartam érinteni. Egyébként a Rado az egyik legmenőbb, mert miközben nem kihívó, de azért észreveszik, hogy azért ez egy márkás óra. A heti értesben szerelőtték magukat. És beültünk a díszletbe, és akkor jött lihegve az asszisztens, hogy Havas úr a radógyár küldött magának ajándékot karácsonyra. Vereves. És ki? Mi van benne? Na, mi volt benne? Egy parfüm. Törlőkendő. Ilyen szemüveg törlőkendő a radógyár. Ezután üzenem, kapjátok el. De attól még hordom már vagy. De ez nem ajándék volt. De? Vagyis? Jó. Ez csodálatos. És mi lesz a másik könyv? Nagyon nagy siker volt az első. Csináltam egy könyvet Gapkáról, aki akkor volt 33 éves, ezek szerint most olyan 43-44. A papája a Lipót mezőnben gyógyászfőorvos volt, alkoholista, öngyilkos lett. A Gapka 16-17 éves korától prostituált volt. Arab csecsen drogdílereknek volt a k***ja. Gyakorlatilag a poklok mélyét megjárta. És mielőtt meghalt volna, akkor elment Komlóra. Azt hiszem a Kis Tibi nevű zenésszel volt egy időben ott Komlón. Ő volt leghosszabb ideig, több mint 2 évig tartott, mire elmették engedni. És utána ő az RTL bölcsész diplomát szerzett.
és most addiktológus, és páciensekkel dolgozik együtt, de ő is jár egy másik addiktológushoz, egy idősebb bölcshöz, aki vele foglalkozik, mert akárhogy is eltelt 20 év tisztán, azért még mindig retteg a visszaeséstől. Mint mindenki. És hát az ő sztória valami egészen elképesztő. Akkor nem narkozik. De. Ja, még így is. Hát napközben a kis valószínűleg így nyugdíjasként még nem találtam fel magam. Alvasni az már 18 éve, valójában ugye két gyereket szült, nagyon korán elvetett nyugdíjba el is ment. Őrület. Annyi hülye sorozat van a televízióban. Nem ilyen spanyol, vagy mit tudom én, vagy ilyen török sorozatok, hanem Poirot, meg ezekhez, megőrülök. Ő meg hisztizik, mert ugye több televíziós van a házban. Az ő hálószobában, az én hálószobámban, meg nappaliban. Különben a hálószobában? Hát igen, a 10 évvel ezelőtt volt olyan súlyos operációm, és akkor egy ilyen csövön kivezették a váladékot, és akkor mondtam Alvasnénak, hogy nem akarok mellette feküdni. Nem fogadott szót, maradt, de aztán épp a televízió miatt elkotródott. Mivel, hogy én állatban meccset nézek szerinte. Oda a hülye a filmjeit, sorozatait is. Mondom, milyen értékes tessék. Például tegnap a Fradi éppen, hogy kikapott a Shamrock Rovers-től. Legyen az a zárszó, hogy miért ajánlja a vadonatúj Havas Henrik online-t a nézőknek? Hát én biztos nem nézem. Na, akkor ez jól nekik érkezik. Alig várom. Tudom én, ha nincs jó dolgok, akkor nézzék. Egyébként lesznek benne írások is. Komoly. Jó. Köszönöm. Nagyon köszönöm, tanár úr. Hát a Havas Henrikkel beszélgettünk. Szerintem így még soha. Köszönöm.